kapás oldalra Magyar Mártonnak, be a falba a Zémánnak. Zémán nem merte bántani az OSC-s játékos Csacsovszki, és így aztán előbb-utóbb be is tudta lőni a kapuba. Manherz a szélén a labdával, erdélyi Csacsovszki, erdélyi Csacsovszki újra, nem jó a passz Erdélyinek. Hárait jól fogják centerben, nem bejátszató. Erdély a szélére. Burján gyönyörű lövése. A rövid sarokba bepattan be, becsorog. Mizsei Márton minden küzdelem ellenére a utat talált. Rossz kéz oldalon úszva, keresi a társakat, egyelőre mindenki az úszása van elfoglalva. Most egy szép passz 12, Vismek Zsombor irányába, Zsombor jól el is kapta a labdát, és bármilyen szabálytalankodás ezután csak is kizárólag büntetődobást érhet, úgyhogy 5 méterest Petik játékvezető meg is ítélte, amit Magyar Márton fog elvégezni. A mérkőzés első büntetője tehát Magyar Márton, a lövő Lévai Marci a kapuban. Nyugodt szívvel, nyugodt vérrel Magyar Márton szépen belőtte ezt az 5 méterest, így 2-1 az állás, 4 perc 38 másodperc van hátra az első negyedből. Marci tovább is úszott center pozíció irányába, ott nagyon gyilkolja őt Hornyák, egyelőre ítélet nincsen, Várnai úszott keresztbe, de ott nagyon veszélyes mélyen van, 2 méteren belőle ugye nem mehet. Erdélyt hagyják lőni viszonylag szabadon, és Erdély Balázs köszöni szépen egy jól helyezett célzott lövéssel, kiegyenlíti az állást. Szilárdi közelebb lopózik, és a lövés helyett remek paszt tud befűzni. Egészen ügyesen, nagyon kis helyen tudta Tóth Marci irányába beadni a labát. Erdélyi a szélén viszonylag jó lehetőséggel, de nem vállalja el Salamon Feri. Szilárdi, Manherz, Erdélyi, be a falba, Tóth Marci, gyönyörű húzás. És amint azt az elmúlt meccseken megszokhattuk, hogyha a falba feladják Tóth Marcinak a labdát, akkor azt ő általában parádés mozdulattal húzza a hálóba. Most is ez történt, védhetetlen erővel tudta a gólt elérni, így 3-2-re először a meccs folyamán átveszi a vezetést az OSC. Így hát Manherz úszhat a bal szélen, cseppet sem zavartatva, de mégis átpasszolja Szilárd irányába. De Manherz a labda újra, és ez neki már nagyon jól lövő lehetőség, el is vállalja. Gyönyörűen világbajnok módjára, kiváló lövéssel veszi be a Miskolc kapuját. Mizsei kapus erről nem tehetett, így 4-2. Szilárdi kiváló szereléssel, jó ütemérzékel érkezett a labda, Biros Barnabás nem ment érte, Szilárdi elhozta is, nagy lendülettel úszik az ellenfél kapu irányába, úgy érzem lőni is fog, nem, gyönyörű paszt átadja Manherznek, de jön Burján. Hát úgy szokták mondani ezt fociban, hogy brazil játék, gyönyörű szépen sakmatik kijátszva az OSC, utolsó utáni passzokat is megeresztve tudták a középen teljesen üresen érkező Burján kezébe játszani a labdát, akinek már idézőjelben csak be kellett helyezni a labdát 5 méterről. Burján megtartja a labdát, Lukasz most ér vissza, de Zémánt elküldi a Miskolc edzője. Burján nagy lóba, de Hára irányába, Hári kijátsza, Szilárdi alalövéssel, gyönyörű gól, hosszú pattintott Szilárdi részéről. Hárai zseniális passza, nagyon üresen találta Szilárdit. Szilárdi habozás nélkül lőtt a hosszú pattintott fölsőt, így 6-2-re igazítva az állást, mikor kicsit több, mint egy támadás van már csak hátra. Dala.
Balát végül Hornyák faltolja, nem tudja kapura lőni. Dalasz, Sziládi, Bourián a játék. Csacsovszki a szélre, Sziládi középen. Pazar gólt ragaszt a Miskolcnak Sziládi. Gyönyörű szép lóbájával elküldte a védőket az egyik irányba, és aztán szinte csuklóból a másik oldalra helyezett. Ezzel 7-2-re alakítva az állást, három gólszegény perc után megszületik a második negyed első találata is. Emberelőnyben az OSC, de még föl kell érni a kapuhoz. Erdélyi még mindig nem állt fel az OSC, talán most érkezik meg Várnai is a helyére. Csacsovszki, Erdélyi be a falba, Várnai a falból, blokkot érően, de a kapus feje fölött bombáz a hálóba. 8-2, amikor is már csak 2 perc van hátra az első félidőből. Biros. Magyar nagy lövés, gyönyörű lövés. Hosszú laposba a kezek között utat talál. Magyar végre lövésre vállalkozott. Meg is van az eredménye, 8-3. Pedig már csak 2 másodperc van hátra az első félidőből. Azt hiszem a legjobbkor jött ez a miskolci gól. És meg nem tudja. Biros, Magyar, újabb blokkolás. 3-2-es for elől viszont, Bourián tempó előnyben, védője jó pár méterre lemaradva, és a 3-2-ből 3 az 1 lett, hiszen Vismeget kiállítják, Bourián nagy lóba, és bár Erdély nagyon szabadon volt a túloldalt, de Bourián, ha már ilyen közel jutott a kapushoz, belőtte, Erdély nem is boldog ettől a megoldástól. De a végeredmény az mégiscsak az, hogy 9-3-ra vezet az OSC. 4 perc, 44 másodperc van hátra a harmadik játék részből. Amikor is az OSC tömeges cseré. 2 perc, 4 másodperc van hátra a negyedből. Várnai nem úszik föl, hogyha Zéman nem úszik föl, akkor ő sem mondja magában. Sziládinak több helye van támadni. Erdély, Sziládi összjáték. Újra centerbe játék, gyönyörű csavar megint Tóth Mártontól, most a kapufában akad el a lövés, a csavar, és aztán sikerül aláfordulnia a lecsorgó labdának, és a kezek között utat talál a hálóban. Tán ő se érti, hogy hogy, de ez nem is számít. A lényeg, hogy 11-3 az eredmény, 1 perc 44 másodpercnél, illetve ennyi van már csak hátra a harmadik negyedből. Bal oldalról egy figura, Manherz és a Hárai részvételével. Hárai kapta szépen szabadon a labdát. Jól fogta meg, nem is lehetett más az eredménye, mint kiállítás. OSC emberelőny, Erdélyi, Bourián. Sziládi, Erdélyi, Manherz kapása. Manherz gyönyörű kapáslövés, és hát mint a régi uszodai mondás tartja, egy jó kapáslövésnek párja nincsen, de leginkább eredményes. Így 12-3-ra alakítja az állást Manherz világhíres csuklójával. Gyönyörű gólt ragaszt a hosszú felsőbe. Manherz eddig 3. Erdélyi Bourián, Bourián a szélén, nagyon egyedül, de tovább passzolja Sziládi, Erdélyi. Ugyanaz a felállás, mint az előbb, Bourián a szélén, Erdélyi hátul, Bourián. És most Bourián vállalkozik kapáslövésre, és csak úgy, mint egy perccel ezelőtt a túloldalon, amikor Manherz lőtt kapásból és ért el gólt, Bourjánnak is sikerül ez, lemásolva a társát. 13-3, ezzel 10 gólra nőtt a különbség a két csapat között. Hornyák. Fülöp. Hornyák. Amíg az OSC-szek kicsit vitatták azt, hogy ugye
volt, érte szabaddobást, Hornyák ellen elkövetett cselekmény, Hornyák higgadtan a hosszú lapost parádésan eltalálta, ezzel alakítva 13-4-re az eredményt, 5 és fél perc van hátra a mérkőzésből. A Pécs ellen és ma is a Miskolc ellen is játék lehetőséget kap Erdély labdával, de kapufát forgácsolja Burján. Erdély centerbe, Tóth Márton irányába. Tóth Márton gyilkosság áldozata lett. Erdélye úgy dönt, hogy nem várja meg, amíg föláll a csapat ember előtt játszani. Ennél jobb helyzet már nem lesz. Valószínűleg igaza is van, hiszen kiválóan bombáz a hálóba. Visszaállítva a 10 gólos különbséget, 14-4. Volt a 9-es akkámáját. Így ezzel a Szalatyán a szélén. Berki, Szalatyán újra. Magyar, bejátszás Zémannak. És a Zéman végre jó bejátszást kap. Az OSC-k nem tudtak időben visszazárni. Erdély pedig már nem tudott szabálytalankodni. Zéman gigantikus erővel csavarja a hálóba a labdát. 14-5, 3 perc, 9 másodperc van hátra a negyedik játékrész. Ember előny. Bognár a szélén egyedül, lássuk, Bognár kapura nézze, nem, inkább visszajátsz a Sziládinak, Várnai rossz kéz oldalon, Sziládi, Csacsovszki hátul, nagylövő, Várnai, és Várnai a rövidlaposba bombáz, újra 10 gól a különbség, 15-5, 2 perc, 4 másodperc hátra van a mérkőzésből már csak. Dala szabadon, a túloldal, Csacsovszki most vesz észre, most kapja a paszt, Dala beleáll, gyönyörű gól. Ezzel Dala is feliratkozik a góllövő listára. 16-5. Magyar. Biros. Várnai jut a kiállítás sorsára OSC részéről, és ezt gyorsan kihasználja Miskolc. Magyar Márton szépen bombáz a kapuba. Szalatyán magyar összjátékból hosszabb teketória nélkül bombáz magyar a kapuba.